Starter indult a 8. futamunk, ez a decemberi díj, és a szlovén színekből futó Malvasia B. Tomasics kezd nagyon erősen hármassal, Milan Tasic kezében elmegy vezetni, mögötte csábító, Ergil, Higgins, Éti, illetve kívülről a favorit Coach Dei, de is nagyon bekezdett, felüget most már Zolnaival a vezetőló mellé, Csillagfényer, illetve Premál MS az, akik zárják a sort, a harmadik kettes fogatot alkotva. Az első egyenesre fordulra a szemeredi mezőnye, Malvasia B. Tomasics vezet, a szlovénló, aki mostanság Észak-Olaszországban futott, méghozzá kimondotta jó eredményekkel rendelkezett, igaz, hogy mérföldes távon. Jó egy hossz az előnye, kívülről Coach Dei ide támadja bent a falon, ezúttal Takás Krisztián által hajtott csábító er, Jill Higgins éti, aztán Csillagfényel, és Premál MS egyelőre hiba nélkül a közeli hatodik helyen. Kimondottan jó iramot látszik diktálni a vezető ló, Malvasia B. Tomasics mögött kívülről, ott van Coach Dei, Dei a favoritja a futamnak, majd csábító er belül, aztán mellette Jill Higgins AT, akik zárják a sort, kívül Premál MS, bent a falon pedig Csillagfényer, de hát rettenetesen együtt van az egész mezőny, és látjuk, hogy azért Malvasia B. Tomasics igencsak tele lehet hajtója, testtartásából azt tűnik ki, hogy van benne még kraft mindenképpen. Mellette ott van Coach Dei, Dei, aki azért presszionálgatja is arra, hogy gyorsan haladjon, illetőleg bent a falon csábító er is meglepően jól tartja még magát a versenyben. Akkor, amikor közelítenek az utolsó kanyarhoz, Malvasia B. Tomasics vezet, ott a háttérben pedig láthattuk, hogy Premál MS elszállt, kiesett a további küzdelmekből. Rossz szokása szerint tehát kiszállt a futamból, ezúttal sem tudja érvényesen befejezni a versenyt Premál MS. Malvasia B. Tomasics mellett igencsak könnyedén üget, Coach Dei ide legalábbis nagyon úgy fest, és csábító el is beleszólott ebbe a versenybe, a dobogós helyek sorsába feltétlenül, hiszen Jill Higgins és csábító, illetve Csillagfényer elég messze tőlük próbálkozik, Ulan Tasiccsal a szlovén vendég, de hát Coach Dei ide ellen itt most nincs orvosság, most sincs orvosság, közeledik idei hetedik győzelme felé, ez a remek olasz kancsa. Coach Dei ide nyeri a decemberi díjat még hozzá, szinte sétálva, Coach Dei, Dei, Malvasia B. Tomasics és csábító er, ez a befutási során Csillagfényer lesz majd a negyedik, aztán Jill Higgins AT következik, illetve a diszkvalifikált Premál MS.